Itt, hogyha egy angol azt mondja neked, hogy de jó látni, akkor ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy de jó látni, hanem csak értsd azt, hogy ezt kellett mondanom. Sokan azt mondják, hogy hidegek, ami igaz is, teljesen más. Nem kifele élnek, csak egy felszínt mutatnak kifele, és beengednek az életükbe. Úgy tűnik, hogy elég jó, de igazából sem ennyire sem. Szerintem ez abból adódik, ahogy felnőnek. Úgy nőnek fel az angol gyerekek, hogy jobban szabadjára vannak engedve, és nagyon kevés idejük van a gyerekekre, és nem is biztos, hogy akarnak igazából több időt tölteni a gyerekekkel. A gyerekekkel való viszony Magyarországon, tehát ilyen szívmelegítő tud lenni számomra, mert itt nagyon fel vannak épülve ezek a szerintem felesleges és káros ilyen szegregált rendszerek. Annyira, hogy bizonyos helyiségeken, mondjuk egy-két pubba, tehát ilyen kocsmába, ki van írva, hogy no dogs, no children. Nem direkt csinálják azt, hogy felületesek, azt, hogy a szemedbe kedvesek. Nem szabad ezt rossz indulaton menni, mert nagyon sok magyar úgy gondolja, hogy a hátam mögött meg beléd rúgnak. Nem. Egyszerűen csak én inkább úgy fogalmaznék, hogy megkönnyítik az életünket. Hogy sokkal könnyebb úgy élni egymás mellett, hogyha mosolyog és kedves, és marra nem érdekel, hogy mit gondol, mert szerintem nem gondol semmit, egyszerűen csak jó napja van és rád mosolygott. Otthon azt éreztem, hogy 40-en fölül már öreg vagyok, itt nem, senkit nem bánt, hanem törődnek veled. Igazságtalannak tartom, hogy az, ami a személyigazolványodban szerepel, mint születési év, hogy aszerint bírálnak el, és nem aszerint, hogy milyen a lelkületed, milyen az élethez való hozzáállásod, mit gondolsz a világról. Én azt gondolom, hogy ön egy, nem azért, mert én soha nem akartam ilyen zserbós, gipszmájlingos öregasszony lenni, hogy minden áron fiatal, csak azt érzem, hogy belülről én sokkal több időm van még. Gondolom, hogy felszabadultabb tud lenni egy nő, vagy legalábbis nekem ez a személyes tapasztalatom, ugyanis nyilván annyiféle ember, náció van ebben a városban. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb nőket, egy embereket látsz az utcán. Más az értékrend szépség terén, és az ember úgy, hát igen, máshogy tud viszonyulni a szépséghez, meg a saját szépségéhez is. A legnagyobb változás az, hogy megszűnt az a stressz, az a gyomorgörcs, ami otthon sajnos nagyon sokat volt. Én itt azt érzem, hogy valami olyan hihetetlen nyugalom van rajtam. A gyerekeim jó helyen vannak, nyugodtan élnek. Nekem a félelmeim otthon voltak. Miből tartom el őket? Hiába kerestek ők is rendesen. Nagyon sokszor, kimondom nyíltan, nem üres volt a frigider, nem tudtunk mit enni. Már ott tartottunk a végén, mikor én őket kizavartam, a gyerekek, nincs mese, itt a vége. Hiába keresünk, mindent elnyel a bank, mindent elvisz a rezsi. Két hete voltam itt, amikor elég volt egy orvosi papír, mert a bácsikám rögtön beiratott az ő orvosához, és onnan jött egy hivatalos papír az én nevemre, tehát itteni címre. Két hét után kaptam egy ingyenes utazási igazolványt. My new Oyster card is empty. My new Oyster card I found on the street. Menjünk Brixtonba, és nézzük meg, ez egy nagyon izgi környék. Come on, the Irish! Brixton tele van zenével. Halljátok itt is, vagy a reggae. Köszönöm!
Sixth Avenue. Sixth Avenue. Yeah. You bring your own friends. Bring your own wine, champagne. Yeah. We check it out. Kedvesek, barátságosak, segítőkészek, meg tényleg az, hogy lehetsz bárki, lehetsz bármi. Gondolkodtam, hogy mi az, ami más attól, hogy kiköltöztem. Az van, hogy már nem vágyódom el. Tehát az érzés, ami otthon volt mindig, hogy miért itt vagyok, legyek máshol. Az már nincsen. Igyunk valamit valahol? Jó. Nem vettem észre, hogy itt mennek gyorsabban a felhők, de itt azt vettem észre, hogy hihetetlen gyorsan mennek, ami nyilván a széllel van összefüggésben, csak azt nem értem, hogy amikor állsz az utcán és éppen nincs szélvihar, nem ér nyőled, akkor is hihetetlen gyorsan mennek. Hogy ez lehet, hogy ott fönn nagyon nagy szél van, és itt van nincs. Az otthon is van, csak meg a tejek. Igen, hiányoznak a barátaim. Nem tudom, hogy mi van velük, hogyan gondolkodnak. Nyilván nem fogják kiírni Facebookra.